Lehajtott fejjel menekültek Amerikák elől Hörcsik Rihárd, akinek a családja uniós pénzből épített házat. Szerző, Magyar Narancsú. Valamiért egy szót sem akart mondani. A HVG-hu a héten írt egy különös történetről, melynek szereplője Hörcsik Rihárd megválasztott fideszes országgyűlési képviselő, református lelkész családja. Még 2015-ben pályázott uniós támogatásra a Nitorabahui Szociális Szövetkezet Göncz-Ruszkán, hogy vendégházat alakítson ki egy nagyszülői házból, és a szövetkezet tagjai közt ott volt Hörcsik testvére és annak fia is. A portál ugyanakkor azt írta, az elkészült ingatlant nem vendégházként működtetik, hanem saját célra használja a képviselő és rokonsága. Tegnap a Hír TV munkatársa megpróbálta megkérdezni az ügyről Hörcsik Rihárdot, aki azonban egy szót sem szólt, sőt, még a riporterre sem nézett fel. Egy mondatot mondjon csak, képviselő úr, mondja a csatorna munkatársa, de Hörcsik nem mond egy mondatot se. A református lelkész fideszes politikus hallgat az ügyről. Cikkek jelentek meg az unokaöccsének állítólagos szálláshely foglalásáról, építéséről. Erről mit tud mondani? De csak beszélt vele. Megpróbálnak bejutni valahogy? Úgy látja, hogy ez törvényesen történt? Vagy kell vizsgálni ezt az esetet? Bocsánat. Egy mondatot mondjon csak, képviselő úr. Csak utána kérdezett a dolognak.